Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Remélem, hogy jól tudtok hallani, megpróbálok hangosan beszélni, ugyanis jelenleg itt tartózkodok Magyarországon anyukámnál, és még elhoztam magammal a hatalmas kamerámat, addig a mikrofonomat nem hoztam, úgyhogy tényleg csak remélni tudom, hogy hallani fogtok. Szóval a mai videómnak a témája az egy kicsit más lesz, mint a korábbiak, ugyanis arra gondoltam most, hogy bemutattam nektek adventi kalendárokat, ajándékcsomagokat, hogy szeretnék egy kicsit visszaadni nektek is, azért a szeretetért és azért a támogatásért, amit tőletek kaptam az idei év folyamán. Ma reggel megnéztem, és január 1-én 132 feliratkozom volt, míg a mai reggelen 5870 feliratkozom volt, és amíg visszaemlékeztek az év elején, abban reménykedtem, hogy talán év végére elérem az 1000 feliratkozót, tehát hihetetlenül túlszárnyalta a ti támogatásatok azt, amit én valaha is reméltem. És ezért szerettem volna nektek egy kicsit visszaadni belőle, karácsony közelettével megosztani veletek azokat a sminkeket, amik nekem is vannak. Ha láttátok a legutóbbi Estée Lauder ajándékcsomagos videómat, ott említettem, hogy akár a családtagjaitoknak, akik szeretik a sminkelést, illetve szeretik az ilyen exkluzívabb márkákat, jó ötlet lehetne több kis csomagot létrehozni belőle. Na én arra gondoltam, hogy végül is talán sok olyan ember van közöttetek, aki nem engedheti meg magának, hogy Estée Lauder sminkeket vásároljon. Én nekem viszont nagyon hű követőim vagytok, és szeretném megköszönni nektek, hogy itt vagytok velem, és támogattok engem, és mindig annyira pozitív üzeneteket írtok nekem. Ezért arra gondoltam, hogy három nyertes sorsolnék ki. Egész pontosan, amit szeretnék közöttetek kisorsolni, az kettő szemfesték paletta lenne, már is megmutatom, hogy melyik. Egy szempillaspirál, ha még emlékeztek az ajándékcsomagból, illetve az egyik rúzs. És akkor nézzük, hogy hogy is néznek ki. Hogy többen nyerhessetek, arra gondoltam, hogy három csomagba bontanám, tehát egy valaki megnyerné az egyik Estée Lauder palettát, a másik ember a másik Estée Lauder palettát, a harmadik ember pedig megnyerné a rúst, illetve a szempillaspirált. Persze mindig kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogyha azt mondjátok, hogy legyen inkább csak kettő csomag, egy szemfestékkel és mondjuk egy rúzzsal, illetve egy másik szemfestékkel és egy szempillaspirállal, akkor az is megoldható, de alapvetően tényleg arra gondoltam, hogy minél több embernek tudjak adni, így három felé bontanám. Na akkor nézzük, mi a két paletta. Az első paletta a Nudes paletta lenne, amiben a természetes árnyalatok, illetve a matt árnyalatok találhatóak. A második paletta a Glow nevet kapta, ebben találtok egy kicsit ilyen rózsaszínesebb, csillogóbb árnyalatok. A harmadik csomagban pedig egy szempillaspirál, illetve egy rúzs lenne, mégpedig a rúzs ebben a gyönyörű, szép, ünnepi színben, ebben a vörös színben, aminek az árnyalata Pure Color Envy 340-es Envious. Ahhoz, hogy részt vegyetek a nyereményjátékban, nem kell más tennetek, nem kell bekövetni az Instagram oldalamat, a Facebook oldalamat, ugye ez szokott a probléma lenni, hogy valakinek nincs Instagramja vagy Facebookja. Mindösszesen elég, hogyha a YouTube csatornának követői vagytok, és a videó alá kommentáltok valamit. A jelentkezés határideje december 20-a lesz. Úgy gondoltam, hogy karácsony közelettével ugye a posta általában annyira nagy forgalmú szokott lenni, hogy nem sok esélyem lenne amúgy sem eljuttatni hozzátok a csomagot, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy karácsonyra, sőt nem is szeretném ígérni, hogy karácsonyra el fog jutni hozzátok, de mindenképpen 20-án lezárjuk a nyeremény sorsolást. Közlöm veletek, hogy ki az a három személy, aki megnyerte a palettákat, illetve a szemfestéket a rúzzsal, és eljuttatjuk hozzátok. Amennyiben szeretnétek nyerni, akkor nincs más teendőtök, mint kövessétek a csatornát, kommentáljatok rendre, és találkozunk akkor a következő videómban. További szép hétvégét, sziasztok!